Miután megszerezte két korábbi BL győztes óriás kalapját a nemzetközi terepen az MKB Veszprém kézilabda csapata, az ugyanott igencsak gyengélkedő Pikszegedhez látogatott a magyar bajnokság rangadóján, és beleszaladt a verésbe, nem is akármilyenbe, 7 éve nem látottba. A szegediek 7 góllal voltak jobbak Nagy Lászlóéknál, kapusuk Mikler 20 lövést fogott. A hatalmas diadal után most felhívjuk Skalicki László vezetőedzőt. Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mester, gratulálok, csoda történt? Köszönjük szépen. Nem gondolom, a kézilabdában sok minden benne van, a játékunknak a alapelemei most úgy működtek, hogy ezt a mérkőzést sikerült így lehoznunk. Mit sikerült alapvetően megváltoztatni a csapatán, a csapatában a nehézkes BL hetek után? Folyamatban van egy csapat, ugye tulajdonképpen ugye picivel több mint 80 napja van együtt, és hát az a hullámzás, amit októberben ért bennünket tulajdonképpen, az valahogy a játéknak a része. Ami biztos, hogy nagyon feszes volt a tempó, és az utóbbi 4 hétben ez a 8. meccsünk volt, de igazából talán most volt az, hogy a Minszk után, ugye, ami 10 napja volt, hazajöttünk, és itthon saját körülmények között dolgoztunk, utolértünk magunkat, hogyha szabad így fogalmazni, majd talán le is hagytuk. Milyen haditervel küldte erre a mérkőzésre föl a fiúkat? Én azt gondolom, hogy a taktikánk része az volt, hogy az alapokat szilárdítsuk meg. Ugye a kevésbé sikeres meccseken az volt a probléma, hogy a kézilabda egyszer egyebből nagyon sokat nem tudtuk megoldani, tehát csak akkor lehet egyenletet megoldani, hogy azért tisztán vagyunk az elemi dolgokkal, tehát az átadásaink, a mozgásaink, a védőkapcsolataink, tehát az úgynevezett mikrokapcsolatok, tehát amelyek 2-3 ember között vannak, azoknak a stabilitása kellett. Azt gondolom, ezen a meccsen ez mind védelemben, mind támadásban jól működött. Azt mondta a meccs egyik hőse, Mikler kapus, reméli, hogy akik lesajnálták a csapatot, most mellé állnak majd. Szóval volt ebben a társaságban, elsősorban a BL-ősz miatt egyfajta keserűség idáig? Hát én azt gondolom, hogy ugye ketté kell választani, tehát a BL-ben is azért voltak nagyon jó periódusok. Gondolunk arra, hogy megnyertük a Minszki második félidőt, a Zágrami második félidőt, az első félidőben, és majdnem azt mondom, 50 percig a Berlin ellen jól játszottunk. Az, hogy nem sikerül stabilan, most azt gondolom, hogy kevesen játszották végig, de azoknak koncentrációval a mérkőzést. Valóban lehetett ez is bennem, mert ugye én azt hiszem, hogy egy csapat, amely egy folyamatban van, az mindjárt nem képes egyrészt a top teljesítmény, másrészt húzamosan ezt nyújtani. Tehát a forma hullámzás az a játéknak a része, és azt hiszem, hogy nagyon fontos a figyelemnek a koncentrációja, hogy mire történik ez, illetve hát a leterheltség. Tehát egy a fáradásnak a pszichológiáját azt figyelmen kívül hagyni egyetlen egy csapatjátékban sem lehet. Mester, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és akkor jó építkezést a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.